Gyönyörű vagy. Köszönöm. Jó. De jó ez a cucc, te. Hú, de igen? Jó, így de jó. Jó. Ezt így kell. Fú, de jó. Zseniális. Nem jobb nekem. Húzd fel, amennyire tudod. Azaz. Akkor azt mondták nekem, hogy nagyon édes voltál, aranyos volt, mikor megcsukott a hangod, de ennél sokkal jobb volt a rövid szoknyád. Na most hát igen, hát akkor jött a mini, amit szintén én hoztam ugye a divatba, és aztán az igazi mini volt. Emlékszem rá, hogy a zenekarban mindig mondták, hogy hajolj már meg felénk is egy kicsikét. Hát amely jó gyerekek, hát 20 évesen miért ne? És mikor ezt a dalt elénekeltük, akkor utána összejöttünk az Omegával, és kitaláltuk azt, hogy egy kicsit kiabálós dalt fogunk énekelni, bár kaptam egy második díjat, de ez lehet akár jobb is. És így lett aztán az ezüst ruha, az ezüst fülcsi, de hát bizonyára vagytok sokan, akik az én korosztályom is, tehát abban az időben nem az volt, hogy fogad magad, beszaladsz a bótból, és csak pénz kérdése, hogy aranyat, ezüstöt, milyen csizmát veszel, milyen ruhát veszel föl. Én akkor bevallom az őszintét, elmentem egy munkaboltba, vettem egy fekete gumicsizmát, igaz, hogy csak 41-esben volt és férfibe, és 38-as a lábom. Megvettem, kitörtem újságpapírral, és lefújtam kályhezüsttel. Ez volt az én csodálatos ezüstcsizmám, nem is volt vele semmi baj, meg hát kicsit mondjuk a ruhám az ilyen staniol papír szerűből volt. De a lényeg az az, hogy ugye már harmadszor, negyedszer ismételtünk, és úgy oda szól nekem a Meki hátulról, hogy Cina, vigyázz, mert folyik az ezüst a csizmádról. Hát mondtam, hogy jó, akkor most mi legyen? Más nem tudok fölvenni. Nyomjuk, amíg tudjuk, míg előre jön a fekete gumicsizma. De hát kit érdekelt akkor? Csodálatos volt a dal, indulhat a zene, és megnyertük vele mindent, amit akkor lehetett. És az alapnak így szól, hogy... Oh,
veled, nagyon-nagyon jó. Nagyon köszönöm, és hát ezt még most megfejelném egy olyan dallal, amely miatt végül is ez az egész koncert létrejött. Hát nem csak emiatt, de azért nagyon nagy szerep volt benne a dallak, ami most következik. Ez pedig azért az édesanyám emlékére, akit nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és aki ameddig élt, addig nekem semmi bajom nem volt. És én nem azt mondom, hogy én nem lehetek kunyó, vagy nem lehetek olyan, aki problémákat okoz, hanem a mami valahogy úgy állt mögöttem, hogy nem vettem észre, de mindig ott volt. Tehát amikor azt mondta, hogy fiam, ezt talán nem kéne megcsinálni. Akkor tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy szóval nem jöhet, hogy megcsináljam. Tehát, és igaza volt, és mindig igaza volt. És abban az időben, amikor én ezt a dalt megkaptam, ami ugye Fák, virágok, fény, tehát egy csodálatos, szép dal. Egy dal, ami tényleg a mai napig is hihetetlen nagy sikerek. Remélem anyámot fönt hallgatja, és beigazolódott, hogy igaza van. És az arcomat a fénybe fordítom, az azért, mert úgy érzem, hogy 70 évesen is nagyon jó, tudok mit mondani nektek, megvan a zene. Tudtam, hogy meg fogok hatódni. Na, szóval, igen. Édesanyám emlékére az arcomat a fénybe fordítom, és ha a mami nincs, akkor az akkori bőrzetes, rockeres, lokomotív és egyébben Janis Joplinos világból nem szállok ki egy kicsit, és nem éneklem ezt a dalt. Most pedig mindannyiatoknak őszinte szívből nagyon nagy szeretettel. Remélem, anya, hallod, és indulhat a zene. A
Akkor. Átnéztek rajtam az emberek, mint átlátszó ruhán. Kiesték rejtett titkaim, a levezem rég lejárt. Nem tudtak újat mondani, sem őszintén, sem után. Ébren maradtam hajnalig, sok szörnyű éjszakán, mintha
és további jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hölgyeim és uram, nagyon szépen köszönjük. Ez a fiatal ember életében még nem állt ilyen nagy színpad előtt, és ez, hogy ezt így elénekelte, a technika ördöge, nem tudjuk, eddig minden csodálatosan ment, most nem, de úgy látszik, a Jóisten úgy akarta, hogy áld meg a helyedet egymagadba is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Én akkor most itt oldalról szeretnék egy pályatársamat köszönteni, akit inkább nem elég, hogy nagyon jó énekes, jó öreg ember is, meg egyáltalán. Szóval, szeretnék megmutatni egy embert, remélem, hogy ott hamarosan meg fog jelenni a vetítőn. Reméljük, hogy a technika ördöge még egyszer nem fog minket. Én nélkülem. A figyelj csak egy kicsit jó ember. Kérem szépen, megmondom őszintén, hogy a kis Csikrivel mindig találkoztunk együtt, mindig együtt voltunk, minden fesztiválon együtt léptünk fel, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy meghívott el a hanyadik, 40, 50, 30 plusz 40 születésnapjára. Nagyon remélem, hogy igazából jól fogjuk érezni, mert olyan dalokat fogok énekelni, amelyeket együtt énekeltünk, önök is, most is énekeljék majd velem együtt, és abban az időben lettek ezek a dalok népszerűek, amikor ő is csillag lett. Akkor jöjjön ez a dal, amivel én is elkezdtem, és most fogom folytatni. Mehet! Megyek tovább, lesz egy csodál.
öregemmel együtt kezdtük a szakmát. Ő már idősebb volt, mint én. Ihaha. És jött egy dal, hát mit a kettőt, hogy a fesztiválon aradtunk, és jött egy dal, mely nekem minden sikert meghozott. Higgyék el nekem, hogy nyugodt lelkiismeretre elmondhatom, hogy bármerre jártam a világban, ezt a dalt mindenhol elénekeltem, és mondhatnám, hogy mindenhol óriási sikerrel. Dél-Afrikától egész föl az északi jeges Grönlandig. Komolyan mondom, gondolják el, milyen meglepő volt, mikor ott álltam a színpadon, Grönlandon, és hallottam, hogy a függöny előtt a konferencié bemondja a következő dal címét, majd bemondja az én nevemet. Aztán lassan felgördült a függöny, és így csak akkor láttam, hogy a nézőtéren ott tombolt 800 pingvin. Szennyes Iván írta, és jött a következő fesztivál, úgy értem, addig tényleg
Jött a következő fesztivál, amikor találkozunk Szentes Ivánnál, ugye, ahogy mindig szoktuk. Ő feküdt a diványa a alsógatyába, vakart a combját, lovasolja a zenéjét, néz a kislánynak, ült az zongoránál, én egy fotelba, és akkor mondtam, hogy Iván, hát tavaly a kislány az zongoránál minden díjat megnyertünk, most mi lesz? Ne idegeskedj, mondta vakarva tovább a combját. Oda szólt a lovas Robinak, Robi, játsz egy rock'n'rollt. Azt mondja a Robi, hogyan már, Iván, ebből teljesen őrült. Ez lesz a színe. Nem ő teljesen őrült, nincs szerencsét, nem megyek fejjel a falnak, bár szeretnék. Most ez jön. With a party show. Good night, we're a better show. A 70 éves Csigri. Yeah.
És ahogy a cini-tiniknél ez úgy elsikkat, a fenálpofáját a Csáli-nak megbejött. Na mindegy, azt gondolom, hogy ez mindannyiunknál bejön, mindannyian szeretjük ezt a dalt, és akkor még ezt benyomjuk, mielőtt elindultok haza. Remélem nagyon szép. Szép emlékekkel, na jó, akkor induljunk el, aztán majd meglátjuk. Hallod, az édesanyja, bárcsik tétja el.
szépen. Igen. És aztán majd rátérünk, ha mindig kell egy barátunk. Na, akkor így jön a zene. Jó nehéz nóta. Mehetünk. Emlékezés Máté Péterre is, akit meg is tapsolhatunk, hát ha ő is valahol fölfalja. Ugyanis ezt a dalt, ugyan én írtam, és nagyon büszke vagyok rá, de a Petya hangszerelte, és nagyon-nagyon sokat segített benne. És azt szeretném, hogyha ezt közösen énekelnék, mert nagyon-nagyon egyszerű a szövege, indulhat a zene. Küszkó, nem néz. Thank you.
a református iskola tanulói, akikkel közösen csináltunk egy olyan, hogy az ember tudjuk oldani. És az én zenében keresztül úgy néz ki, voltam volna, sok zenét hallgatnak, énekelnek, és ilyen följöttem volnára röviden, hogy el az egyfajra följöttem, és még egyszer, hogy mindig kell egy barát. Ennyi év után,
köszönöm. Tényleg a jóságon mindenkit, jó egészségre. Sokáig találkozunk még már a szóval. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Yeah.
Mindenki kapcsoljon. Mindenki. Megy a Moszkva tér fele kocsival. Hogy 70? Aranyos. Hát mit szólsz ehhez? Hát hány éves volt, amikor először láttad őt? Hát ő hány éves ő volt? Csecsemő. Muk Feri, aha. Fab Gyuszi, aha. Aha. Bizony. Elek Pisti, aha. Aha. A Rezek, aha. Besenyi Bloodman, aha. Te még ilyenre emlékszel? Amikor a Majsainak oda akart adni a Boy George-a izét az első díjat. És megmutatta, hogy menjen arra. Nem, még egyszer oda akart adni. Ott egy csávó vállat volt, és elment arra, és oda adta neked. Jó, van. Mondadom az első szaktofonot. Tetszett neki a Gabi, hát nincs mese.